akkor leplakátoltuk, és fönt vannak a jelzéseink. Szerintem ennyi nagyjából elég, és mindegyikből jutott bőven. És akkor most jön az, amikor nem csak én beszélek. Ugye itt hallottuk azt, hogy az előadó fél, amikor a szép arcába rész. Mi már nem félünk, féljenek ezek a mocskos kifosztók, tehát nekik kell félni. És ne is attól féljenek, és nem attól kell félni, hogy én itt dumálok. Attól kell félni, hogy most már egyre többen dumálnak. Nagyon nagy öröm, és ennél nagyobb talán nem is lehet az életben, mint amikor elindul egy mozgalom, és ebben a mozgalomban egyre többen kérnek szót. Egyre többen vállalják, hogy kinyilvánítják, amit szeretnének. Hogy ide Dunavarsányban is több helybéli eljött, aki eddig nem volt velünk, és külön köszöntöm önöket, akik most ott hátul állnak még. Elmondok egy történetet önöknek. Az első tüntetésünkre mi is úgy mentünk el a feleségemben, még 2012-ben, hogy a háttérben álltunk. Jó messze mindenkitől, és nem értettük, hogy ezek az emberek miért ilyen mérgesek. Nem értettük, hogy miért vannak felháborodva, és hogy lesz ebből megoldás. Majd most már tüntetéseket szervezünk mi magunk is, úgyhogy ez az első lépés, nagyon örülök neki, hogy itt vannak, lépjenek fel mindig, ha valamilyen sérelem ér önöket, és most az a kérésem, hogy hallgassuk meg szeretettel először Fiamajer Andrást, majd Tóth Juditot és Golcs Ferdinándot, hogy ők mit gondolnak a jelen helyzetről. András! Ilyed a szó! Köszönöm szépen! Szervusztok! Hát annyi minden sebet tépett föl a Lacit bennem a mondandó valójával, hogy azt se tudom, hol kezdjem. Próbáltuk megbeszélni, illetve gondolataimat összeszedni, hogy mit fogok mondani. Először is nagyon sajnálom, hogy sokat nem lehetek veletek. Otthon vannak a jószágok, azokat kell ugye koordinálni, etetni, ganézni alattuk, nem tudok minden tüntetésre elmenni. Higgyétek ezt, szerintem én nem gondoltam, de ez fáj a legjobban, hogy ott lehessek veletek, és beleodíthassam a mocskokba, a mocskos hazor árulók szájába. Hál' Istennek eljöttetek ide Dunavarsányba, az egy kis szeretett otthonomba, bár én nagyvarsányi vagyok, de az nem számít. A lényeg, ez az ember, ez a Bóna Zoltán aláírt az én halálos ítéletemet. Sokan nem tudjátok, és nagyon érdekes dolog, ugye a Fidesz 2012-ben hozott egy törvényt, mely szerint az önkormányzat nem korlátozhatja az állattartást. Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere, a többi képviselővel együtt hozott egy olyan képviselőtestületi határozatot, hogy én szüntessem meg az állattartást. Az udvarban nem lehet egyetlen egy jószág sem, ő szerintük. Természetesen azóta védekezem, és még mindig vannak állatok az udvarban, hogy láttátok legutóbb. Sőt, egyre több. Mert nem hagyjuk! Igen, hát nem hagyjuk, és érzem rajtok, hogy ledöbbentetek, de a felháborodást kellene egy picit felszítani még magatokban, ami már van bőven, hogy egyszerűen egy város vezetője azt a döntést hozza, hogy dögöljön éhen az egyik lakója. Fordítsuk így le gyorsan magyarra a dolgokat. És akkor ez az ember beül a parlamentbe, és akkor ott milyen döntéseket hoz? Vagy hogy megy most akkor ottan? Most akkor szembe megy a Fidesz-szel, vagy nem megy szembe a Fidesz-szel? A fene se tudja. Én kiragasztottam a kerítésére egy pár segédlettel bűnöző feliratot. Én hiszem és vallom, hogy ő bűnöző, mert neki börtönben lenne a helye, nem pedig a parlamentbe. Sajnos a magyar rendőrök nem teszik a dolgokat megfelelően, mint tudjuk, nem a bankárakat tartóztatja le, hanem inkább szegény otthonvédőket, illetve az ellenálló, aki az otthonát védi, azt tartóztatják le, illetve mindenféle eljárásokat fogadott is utak emberek ellen. Én azt mondanám, Laci, tudom, hogy egy nagyon következetes ember, hogy be kellene kérnünk az összes tüntetésen összes szolgáltató teljesítő rendőr jelvényszámát, és amikor majd igazi rendszerváltásra kerül, ezeknek a rendőröknek kell kapát adni a kezükbe, azt mondod, eredjék ki, öcsém, aztán abból éljél meg, amit majd megkapálsz ki, mert nem áll majd átűsz egy másik székbe, és akkor majd ugyanazt fogod csinálni, mint eddig. A mondani valom lényegére térnék rá, mert az időn kevés, ugye, meg van még hova menni ma este. Hoztam nektek egy ilyen kis valami ajándékot. Aki ezt tudja, hogy ez micsoda, az köztünk van. Aki nem tudja, annak elmondom, biztos köztünk lesz majd a helye. Ez egy csavar. Ez már egy szép nagyanya. Régebben kiosztottam hatos anyát egy párotoknak, és azt hiszem, Zalaegerszegen sikerült elmondanom azt, hogy a jószágoknak rengeteg darált kukoricát, tritikálét, árpát, stb. Darálok össze, és az egyik zsákból nem tudom, hogy véletlenül valonnan belekerült egy hatosanya. Na most ez az egy darab hatosanya tönkretette a darálót, kiszakította a rostát,
és úgy, ahogy van, a tölcsérbe, a fölötte levő tartályba levő gabona átömlött. És először marhamérés voltam, mert ugye meg kellett javítani, újat venni, stb. Meg ugye nem úgy ment a munka otthon. És akkor még mentünk Zalaegerszegre, a tüntetésre a hosszú út alatt beszélgettünk, és a beszélgetés mellett volt időm elgondolkozni ennek, hogy ez mekkora dolog. Gyerekek, egyetlen egy pici kis hatosanya meg tud állítani egy egész gépezetet. Ti itt, akiknek kiosztottam, mind hatosanyák vagytok, mind egy pici kis kemény anya, akik meg tudtok állítani egy gépezetet. Láttam Kínában, azt hiszem, a télen egy embert, aki egyedül odállt a tank elé. Egymaga, és a tankok sorban álltak, tehát mondjuk 10 tankot meg tudott állítani egy ember. Egy darabig föltartóztatta, ment, ki akarta kerülni, ment, odébb ment. Az a videóban benne van a pici kis hatosanya. És most nagyobb anyát hoztam, nem mondom a méretét, mert ugye egyszer már elmondtam nektek, hogy mindegyikötök egy óriás anya, és legszívesebben egy mozdonyról szerelnék le ilyen 50-es vagy 60-as anyát, és azt, ez jelkép legyen, és ez már talán jobban elfér a zsebetekbe, és jobban ott van, és minden nap a fizettek a boltba, ha csak mit tudom, nadrágot cseréltek, ünneplő nadrágra, munkás nadrágra, bármi, és átteszitek, tegyétek át az apró pénzzel együtt ezt az anyát, és jusson eszetekbe minden nap, hogy az András azt mondta, hogy egy darab csavar, te magad egy darab kemény csavar anya vagy, és te magad meg tudod állítani ezt az óriási gépezetet. És nem beszélve arra, hogyha több anya kerül több különböző gépezetbe, most mindegy, hogy Dunavarsány gépezetébe kerül egy csavar anya, Dunaharaszti gépezetébe, Csepel gépezetébe, Tököl gépezetébe, vagy akár itt Szada gépezetébe, ugye Timikék, vagy bármelyik más ottani önkormányzat, vagy hatalmi gépezetbe kerül egy darab kemény anya, az meg tudja állítani a gépezetet, vagy ha nem megállítja, akkor pedig ami még jobb, átszakítja azt a rostát, ami ugye összetöri és teljesen széttöri az embereket, porrá örli az embereket, itt jelképesen mondom, hogy a gabonára, és akkor utána kiszabadulnak azáltal, hogy amikor már átszakadt az a rosta, akkor ők is szabadulnak, és ugyanígy szabadulnak akár a idézőjelbe a devizahiteles, de most már tudjuk, se vizahiteles adósságból, de ugyanúgy szabadulhatnak az önkormányzat által kivetett adóktól, ugyanúgy szabadulnak a gépjárműre kivetett súlyadóktól. Mi az Istenért van súlyadó? Miért? Hát apáink, anyáink építették az aszfalt utakat, és akkor súlyadót kell arra kivetni, hogyha azon közlekedsz? Ez egyszerűen fölfoghatatlan számomra, és az a helyzet, hogy beszélnék én reggelig, mert higgyétek, nem azért, mert sokat tudok beszélni, de annyi probléma van, annyi gond, baj és probléma van. És a Bonda Zoltán azt hiszi, hogy ide elbújik a templom mellé, Isten háza mellé, és akkor ott majd nem találják meg. Bonda Zoltán, rosszul gondolod. Tudjuk, hol laksz. Megtalálunk. A másik, ő ugye teológiát végzett. Ha most végezte volna vége a teológiát és pap lenne, akkor aki hisz benne, azt a kis közösséget vezette volna úgy jól, nem jól, a báránykáit idézelve egy legelőre. Most a legelő megélnek, a báránykáit nem élnek, ez az ő dolga. Na de, utána most vezetett egy várost a maga pár ezer főjével, amit úgy, ahogy vezetett, csak ez a város, amit ahogy Laci is mondta, a szavazati eredményeken látszik, hogy nem akarja Bóna Zoltánt. Örültek, hogy elment Bonda Zoltán, és már nem akarták a Fideszt. Csak az a baj, hogy az ellenzékiek, a független képviselők nem tudtak összefogni, és hárman indultak az egy fideszesen, és sokkal több szavazatot kaptak. Tehát a város már nem akarja. Azóta még jobban nem akarná. Ma lennének a választások, én biztos vagyok benne, hogy már nem fideszes hát polgármestere. 900 000 ember már is ment a Fideszre. De ez országos szint, tehát ez most nem csak, most ugye picire beszélünk Dunavarsáról, de ugye ez ugyanúgy kiterjeszthető az országos szintre is, és ugyanez van kis országunkban, és sokan már azt mondják, hogy ezt nem így kellett volna, nem ez kell, nem ez a vezetés. És nagyon sokan már az igazat mondják, nem a másik oldal kell, vagy nem a harmadik oldal kell, hanem igazándiból és tényleg olyan emberek kellenek, akik az elmúlt 25 évig nem volt pártkönyve, mindegy, hogy milyen pártkönyve, akit már nem csapott meg a megalkuvásszel, inkább mondjam úgy, és nem amiatt dönt, hogy most mi jó nekem, vagy mi jó a pártnak, hanem az dönt, hogy mi jó az embereknek, mi jó népnek. És akkor, köszönöm, és hallom Magyarországon, hogy éheznek emberek, gyerekek, az a gondjuk az önkormányzatban, hogy amíg lesz a karácsonyi szünet, a gyerekek hogy kapnak meleg ételt, mert a szegény óvodás iskolásnak akkor van meleg étel, amikor bejár az iskolába és a menzán kapja meleg ételt, mert szombat, vasárnap otthon nem tudják. Én meg elnézést a kádárrendszerben nőttem föl, és már untam a kirántott húst. Tehát már minden szombat, vasárnap vagy vasárnap húsleves volt, kirántott hús. Tehát egyszerűen volt mit enni.
és ebbe a termékeny magyar földbe, amiből nem kezdek el beszélni, mert tudjátok, akkor tényleg éjfélig beszélek, itt, ebbe a termékeny magyar földbe éheznek emberek. Itt, amikor süt a nap, fáznak az emberek, és nem tudunk neki annyi áramot termelni, hogy legyen fűtés. Egyszerűen katasztrofa is. Én viszem ki a jószágok alól a trágyát minden nap. És fölvettem a kapcsolatot a Magyar Biogáz Egyesület elnökével, és elmondta, hogy azzal a mennyiségű trágyával, amit én kiviszek minden nap a szántóföld szélére, és majd ugye be lesz tárcsázva a földbe, beszántva, azzal a mennyiséggel simán ki lehetne fűteni a családházat, és még a, talán a szomszéd, nem az a szomszéd, aki állandóan jelenget, a másik szomszédnak is jutna belőle. Értitek? Tehát ezek nem akarják, mert egyszerűbb, ha pénzért veszitek a szolgáltatótól, és más fejletlen országokban, most mondjuk India, nem akarom mondani, tehát idézőjelben a fejletlen országokban meg majdnem minden második, ötödik háznál van, elnézést, de abba megy be az árnyékszékből, abba tojnak az emberek, ott teremtik a gázt, amiből főznek, fűtenek, mondjuk ott fűtés ugye sok helyen nem kell, majd elég olyan égőben vannak, hogy nem kell fűteni, de mi van? Mi van? És én azt mondom, hogy nagyon jó irányba haladunk. Mi, a pici kis hatosanyákat, egyetek meg nem most majd, hanem a Ilonkánál megtisztelek mindenkit, adok egy ilyen szép nagyobb anyát, mert már nem az, hogy emelkedtetek, mert már nagyon nagyok vagytok. Főleg a hídfoglalás, tehát az számomra az csúcs volt, hogy ott lehetettek, illetve ugyanazt a bejelentés miatt, hogy még egyszer onnan indulhatott egy tüntetés, tehát az szerintem történelmet írtatok nélkülem, de veletek voltam lélekben. És amit még akarnék erről az anyáskáról mondani, hogy de tényleg érezzétek azt, hogy ebbe benne vagy te is. Tehát nem én adtam neked, hanem te magad kovácsolottál ilyenné. Nincs itt Ilonka köztünk, de azért hadd mondjam el, és ugye megyünk hozzá. Ilonka félt, reszketett, amikor Lacihoz bejött az irodába legelőször. Mondta, hogy jaj, András, vagy Laci, engem hívogatnak, és akkor most mit is mondjak nekik, és félt. Na most körülbelül a második, harmadik alkalommal ott volt Dunaharasztin a Katéknak a kilakoltatás megakadályozásánál, utána ott volt a Kápolna utcába fönt, és fogta Bömbit Lacinak az emeleten, ő volt a most úgymond fegyverhordozó, tehát segített, ott volt, ott állt, és az volt is ott állt. Egy egyszerű nyugdíjas néni ekkorát tudott változni, és tudjátok, mi volt a legnagyobb elismerés, ha úgy mondom, számunkra? Amikor kimondta, hogy András Laci, én már nem félek. Én már nyugodtan alszom. Nagy dolog. És szerintem ennél nagyobb dolog nincs. Ha most látnátok és nyelleni, fölállt a szőr, tehát borzsozik a hátam, hogy ilyet megtudunk. És nem vagyunk mi kiképzők, nem vagyunk mi senki. Egyszerűen megmutattuk neki az utat, ráébredt a jogaira, látta, hogy nem egyedül van a problémájával, ott állnak mögötte mellett emberek, ott álltok mögötte ti, és ez adja a bátorságot neki. És ő ettől tud nyugodtan aludni, és ettől visszatért az életöröme, és ugyanolyan jókat süt, főz, mint eddig, tehát nem depressziós, tehát nagyon, nagyon jól érzi magát, és majd ha mentek hozzá, akkor öljétek meg, tehát Ilonka, ő nagyon nagyot változott. És ez egy nyugdíjas néni változás. Akkor gondoljátok be, fiatal 30-40 éves erőbe levő férfi emberek mekkorát változnának, a szegény azt hisz, hogy én vagyok egyedül, megy, és biztos én magamat okolom. Nem. Ez egy tudatos, megtervezett csalás volt, amiből belefutottunk, illetve sajnos belecsaltak minket, és átverték egész Magyarországot, és ezen csak együtt tudunk kimászni, összefogással, és befejezem, mert tényleg kell másnak is szólni, de nagyon szeretlek benneteket, és örülök, hogy köztetek lehetek. Mi szeretünk.